Köszönök mindenkinek ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Itt vagyok a munkájára, hogy látjátok, ugyanis munkás fólóval rajta, meg a munkás sapkám, meg a gatyám. És akarok nektek mutatni valamit, képzeld el, a fürdőkádat ebből a házból dolgozunk. Ez egy üres ház, tehát nem lakik itt senki se. Képzeld el, nézd a fürdőkádat, és össze van törve. Legalábbis el van repedve így a széle. Gondold el, azon gondolkodtam, hogy mekkorára kell, hogy legyél, hogy a fürdőkád összetörjön alattad. Vagy egyáltalán hogy lehet eltörni egy ilyen fürdőkádat? Mutatom neked, hogy ez a fürdőkád nem másból, mint műanyagból van. A legtöbb fürdőkád valami oktál fogva, mindegyik itt műanyagból van, mi nálunk. Amúgy nem tudom, nálatok miből van? Ugyanis én régen emlékszek rá, amikor Magyarországon laktam, nem műanyagból volt, hanem ilyen vasból, vagy fémből, vagy... Most már nálatok is műanyag a fürdőkád, ugyanis nálunk mindenhol műanyag. Na már mutatom, itt vagyok a fürdőszobába. Ez itt a fürdőkád, ahogy látjátok, ugye mi más lenne, és nem picike. Szerintem az a megszokottnál elég kisebb, ez az egy fürdőkád van itt a házban. Majd mindjárt mutatom nektek, hogy milyen kis picike. Nézegettem, amúgy elég koszos, látod? A kamerán lehet, hogy annyira nem lehet látni. Látod, el van itt repedve. Amúgy ez műanyag. Mekkorának kell lenni egy embernek, hogy vagy hogyan lehet eltörni? Nézd meg, látod? Azt akartam megmutatni amúgy, hogy milyen pici, várjál, belegülök ide. Én emlékszek rá, hogy annak idején az öcsémben, amikor Magyarországon laktunk és még kisebbek voltunk, együtt szoktunk fürödni a fürdőkádba. Opa! Látod, nem tudsz bele, itt a csap mögötted, bevered a hátrat, nem tudsz nekidőlni rendesen. A lábam az ott van, most így ki van nyújtva, és én vagy csak így beleszérek, de nem tudok hátra dőlni, mert látod, bár lehet, hogy rossz fülök. Lehet, hogy meg kellene fordulnom. Várjál, megnézzük, hogyha megfordulunk a kodba. Így is pont ki tudom nyújtani a lábamat. 178 centi vagyok, ahogy látod. Még nem látod, de ki tudom nyújtani a lábamat. Szerintem pici. Na mindegy, gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy nálatok mekkora a fürdőkádnak a mérete, meg miből van, még mindig fémből van, vagy ilyen műanyagból, mint ez. Látod? Na mindegy, ahogy egyszerűbb lehet kiszállni, látod, hogy csak simán kinézzék, és alacsony az egész. És nem mindegy, csak gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy összetörött fürdőkádat én még az életben nem láttam, hogy lehet összetörni. Olyan nehéz nekem, hogy legyen valaki megkalapálták, mindegy, lehet, hogy számomra volt csak érdekes. Amúgy itt vagyok a munkahelyem, úgyhogy most nem másnál, hogy megmutatom nektek ezt a házat, hogy néz ki. Itt a bejárati ajtó, csak kiértem ide előre, hogy előről kezdjük, mutatom. Ez itt a bejárati ajtó, ahol bejövünk. És mégis úgy néz ki az eleje a háznak, ilyen dupla ajtó lett. Látod, ide bejönni, amit nem lakik senki se, és el akarják adni ezt a házat, most költözött ki a bérlő, bár bezárjuk az ajtót, legyen húzatos. Hogyha itt bejövünk, itt egy garázs oldalt, ide elfordulunk, itt egy ilyen kisebb szoba, ott egy ilyen kisebb szekrény, ami ez a szoba elég is kicsike, ilyen dupla ajtó van. Ez talán ilyen számítógépes szoba, vagy hasonló, levettük a függönyöket, ahogy látod. Aztán, hogyha megyünk tovább, a garázsban nem megyünk most ide be, nem is hogy csak egy garázsban. Itt van egy ilyen nappali. Ott látod ott a légkondi, ami elég szép, nagy szerintem. Ki lehet ott menni ugye az udvarra, itt van az étkező, a konyha, ugye ahogy látjátok. És ami elég jó méretű ez a ház szerintem. Látod ott a gáztűzhely, ide megy be a hűtő. Szaladjunk tovább, itt van apukám, oda bemegyünk hátulra, ott van egy szoba. Egy sima szoba. Szóval tovább megyünk, itt van egy ilyen, látod ide be lehet rakni a mosógépet. A szállítót, egy szekrény. Ugye el lehet tévedni ebbe a házba, onnét jöttünk, onnét, akkor erre legyünk tovább. Itt hátul meg megint csak van egy, ott a fürdő, ahol össze van törve a kád. Ott van a WC, ide elfordulunk, itt van egy szoba, meg itt van, látod, még egy szoba, ahol éppen festünk. Na várj, megmutatom ezt a szobát, ugyanis ebben van egy fürdő, ott egy ilyen szekrény, ahol látod, üres. Amúgy ebben a fürdőben csak zuhanyzó van. Nincs olyan fürdőkád. Meg van benne egy csap, meg még egy csap. Úgyhogy most nem más csinálunk, nekiállunk dolgozni, aztán menjünk haza felé nem sokára, ugyanis még csak 9 óra 30 van, 10 óra lesz nem sokára, épp csak megálltunk enni, meg inni, úgyhogy most dolgozunk tovább és megyünk haza.
Hozzáérkeztem, hogy látjátok, megzuhanyoztam, megevédeltem, megborotválkoztam, és most játszunk. Apá, itt van a Davis. Mit csinálsz? Nem másra játszunk, de a Crash Time 4-jel. Azt hiszem, hogy ez a játék neve. Ilyen autóverseny, vagy üldözős, vagy nem tudom. Tudom, hogy annak idején én sokat szoktam vele játszani, még az öcsémmel is. Mi? Nem, miért nem tetszik? Azt mondja, nem tetszik. Nem? Akkor mi másikkal akarsz játszani? You wanna play with something else? Ne, játszik tovább, amúgy újra tudja indítani, meg ki tud választani most már sok dolgot ezen a játékon, látod? Na minden. Mit akartam mondani? Megnézzük a Lucas-t, ugyanis el kell menni, nem másról, mint kell venni cipőt valószínűleg. Egy kicsit sötét lettem, majd mindjárt megmutatom, hogy miért. A mi helyzet? Hát semmi. Mi van a játékkal? Még mindig csinálod? Most végeztem az Alpha 3. 3-mal? Hát az gyönyörű. És működik? Működik. Már föltettem. Rendben van. Na várjál. Várjál. Hív a Davis. Mit mondasz, Nusmus? Come. Miért? Mi történt? Mi? Lost. Te elvesztettél. Miért? Mi történt? Na oda vagy megint rakva, látod? Let's try again. Ja, próbáld meg újra. De ott jobbra kell menni, nem egyenesen, jobb mutatta a nyíl, hogy arra kell menni. Na mindegy. Andy, mondtam, hogy jobbra kell menni. Andy, I know, you lost. Megmutatom, hogy miért, ugyanis a cipőve, a cipője a Lucasnak, képzeld el, ilyen tépőzáras. Várjál, jövök, nyuszi, de fel kell öltözni, mert menni kell el itt horról, jó? És nem olyan régen vettük ezt a cipőt. Várjál. És akkor megy, a tépőzára, most pont nem ennek, hanem a másiknak, ki van kopva, várjál. És állandóan lejön a lábáról. Nagyjából tapad, de amikor lépülül, mindig kinyílik. Gondoltam, hogy visszavisszük, és kicseréltetjük, ugyanis ki tudjuk cseréltetni, de nem találjuk sehol se a blokkját, vagy amit kapsz, hogy azt a fehér papírt, amikor veszel valami blokkot, hívják, ugye? Nem találjuk sehol se. És nem tudom, hogy be van-e a rendszerben. Múltkor valamit vettünk, képzeld el, és vissza kellett vinni rá, azt hiszem, egy 2-3 hétre. Visszamentünk, és nem volt meg úgy a blokk, de be volt a rendszerben. Képzeld el, megmondtam, mikor vettük, körülbelül melyik nap, visszanézték, hány órakor lehetett, azt is megmondtam, hány perckor is megtalálták a rendszerben, és mondták, hogy ja, megtaláltuk, és visszaadták a pénzt, nem adták vissza, kicserélték, ja, kicserélték, de a cipő, nem tudom, ugyanis ez egy nagyobb bolt volt, ez a Scratcher cipő, ez ilyen kisebb bolt. Mit mi nálunk, tehát nem tudom, bár a Scratch az eléggé ilyen nagyobb márka, nem? Lehet, hogy benne a rendszerben. Na mindegy, hogy ezzel a cipővel semmi gondom nem volt, már nem ezzel, hanem a Skechers. Cipővel semmi gondom nem volt, ugyanis évek óta ilyen cipőm van, nem pont ez, hanem ez a munkásom, a minden. Ez az első cipő, ez a tépőzáras, hogy gondolom vele, hogy miért, nem tudom, lesz, hogy ez ilyen selejtes volt, fogalmam nincsen. Na mindegy, amúgy... Oda fogunk elmenni, aztán utána valószínűleg megnézzük a szüleimet, ugye szokás szerint. Aztán majd jövünk haza felé. Készen vagy? Mi van, játszol? Tudom mutani. Na, a muti. Final Alpha 3, nem az Alpha 4, szóval nem végeztem. Nem, a 3. Na, nem muti, ezért nem a teljes véges pálya. Nem. Aha. Én építettem ezt. Ez egy kicsit más jobb a tegnapinál, nem? Ja, van még, te látod. Ja, de az a baj, hogy a kamerán szerintem sok mindent nem lehet látni, meg a hangot nem is halljuk. Ja, és nagyon jó az ének, az a probléma. Hoppá, látod, átmentél rajta. Gyönyörű. Ami nem. Elég jó szerintem. Még nem játszottam vele, ugyanis én az első, kb. 5 másodperc múlva én meghalok. Nekem annyi te látom. Meghaltál, stereo. Ja, de nem kell ügölteni azért, mert rajtad van a felhallgató, attól én még hallok. Milyen hosszúra sikerült? Ez elég hosszú lett most. És az mindig kezdeni. Nem a vége. Ja. Ez mindig medium, én kell, hogy lesz long. Hosszabb. Na, akkor hosszabb lesz az ablakon, majd zárjad be. Be kell zárni mindent, és el fogunk indulni, de akarok valamit nektek mutatni. Behúzzuk az ablakot, mutatom. Látod a szomszédnak a hajóját? Ez a hajó, ez egy új hajó, ugyanis eddig ott állt. És az a hajó meg itt állt. Tehát megserélték. A szomszéd elcserélte a hajóját a másik szomszéddal. Tehát az a nagy hajó, ami itt volt a fehér, most ott áll, ez a kék hajó meg most itt áll. Hogy miért cseréltek el, nem tudom.
fogalma nincs. Az egyik az lehet, hogy nagyobb volt, és a más szomszédnak nagyobb hajó kellett, ez meg kisebb volt, és kevesebbet fogyaszt, bár szerintem olyan mindegy, hogy hova cserélték, vagy kivel cserélték, mert egyáltalán nem használják. Most már itt lakunk lassan, hamarosan, közel egy éve. Az egy év alatt az a szomszéd egyetlen egyszer vitte ki a hajóját, amit most nem olyan régen karácsonykor, ez a szomszéd meg ezt a nagyhelyi hajót egyetlen egyszer se vitte ki, kivéve, amikor elment és megtisztította 2 héttel ezelőtt. Ennyi. Amúgy egyetlen egyszer nem vitték ki, egész évben. Úgyhogy szerintem olyan mindegy, hogy melyik hol áll. Na mi van? Mi van? Játszol tovább? Gyönyörű. Na, szerintem készülődjünk és menjünk. Na, azt hiszem, hogy megvagyunk. Lucas is megvan, a Davis éppen a haját csinálják neki, be lesz egy kicsit zselézve. Azt épp most osztottam meg a videót kb. Egy 5 perccel ezelőtt, és 80-an néztétek eddig meg, mert 80 kommentáltatok. Azt mondtátok, ugye a telefont kérdeztem, hogy mit csinálják, kisorsoljam, vagy megmixeljük, vagy a mikróba tegyük, vagy hova. Ugye nem teszem a bele a mikró. Jaj, csak hülyeskedtem. Eddig eddig azt ne, hát nem lesz semmi baj, kivéve, mert na minden. Azt mondtátok, hogy sorsoljam ki, úgyhogy valószínűleg meg ki fogom sorsolni. Hogy mikor? Még egész pontosan nem tudom, ugyanis még nincsen új telefonom. Miről? Odáig még nem jutottam, csak így gyorsan belenéztem, még húztam itt a cipőmet, meg a szemvegemet. Úgyhogy valószínűleg ki fogom sorsolni, amit lesz egy új telefonom. Új telefonom nem tudom, mikor lesz, lehet, hogy egy héten belül, lehet, hogy egy hónapon belül, de lehet, hogy 2 hónapon belül. Amint lesz új telefonom, azon egyen ki fogom sorsolni, valószínűleg még húsvét előtt biztosan. Remélem, hogy aki majd megnyeri, az majd tudja tölteni. Amúgy a töltő, ugye mondtam, hogy na mindegy, ma meglátjátok. Hát egy szép tüs is a hajad. Most ezt hozzuk magunkkal? Na gyere, menjünk! Mindenki! Ja, let's go! Nyissuk a hajtót! Vigyázz! Jó van, na, menjünk! Hozd a szatyrodat is! Azt mondom, össze kell söpörni egy kicsit, mert tiszta ilyen. Látod, leveles. És meg is érkeztünk. Most gyorsan bemegyünk, amíg ez ilyen nyitott bevásárló ott szembe. Arra felé, körbe-körbe mindenfelé. Olyan nyitott bevásárló nincsen ugye teteje. Na egy pár bevásárló nálunk, nem egy pár, jó soknak nincsen teteje. Mármint ilyen nyitott. Na mire? Majd egyszer talán azt is megmutatom az egészet nektek. Csak rakom a kulcsomat. Na! Nyitjuk a Davis-t, aztán megyünk cipőt nézni. Remélem, hogy találunk valamit. Most füzőset veszünk. Lucas, füzőset veszünk most, nem tépőzárosat. Közben elmentünk a slime-hez, aztán megjöttünk, csak bekapcsolom a tévét, úgyis most jöttünk be, ilyenkor mindig beszoktuk kapcsolni, nem tudom, ti is beszoktátok kapcsolni, amikor hazaértek? Én mindig beszoktam kapcsolni, hogy valami menjen a háttérbe, aztán szipőt képzeld el, nem kaptunk. Mit mondasz? Jó, jövök, már játszom, várjál. Nem kaptunk cipőt, ugyanis képzeld el, nem volt a méretében, ami tetszett volna a Lucasnek, úgyhogy el kell menni most majd másba megnézni. Aztán nem régóta osztotta meg a videót, ugye? Körülbelül mielőtt elmentünk. Nincs több, körülbelül 3 órája nincs szerintem. 3 óra alatt rettentő sok kommentet kaptam, ugye kérdeztem, hogy kisorsuljuk az iPhone-t, vagy nem, vagy mit csináljunk vele. Rettentő sok kommentet kaptam, de nem csak kommentet képzelem, hanem rettentő sok e-mailt is. Közel, ahogy számoltam, csak így gyorsan, még nem olvastam mindegyiket végig, csak így nagyjából beleolvasgattam. Jövök. Nagyjából beleolvasgattam. És mindenki ugyanazt írja, ugyanazt akarja. Mindenki a telefont akarja. Mindenki hasonlót írt, hogy adja ugye ő neki, mert ugye nem tehetitek meg, hogy megvegyetek egy ilyen telefont, vagy a barátjának, vagy az apukájának, vagy valaki meg is akarta venni, képzelje, valaki pénzt is ajánlott érte, de ha kis sorsolom, játék lesz, tehát én szívesen odaadnám ugye akárkinek, de
így csak úgy, csak így, úgy, amúgy ugye nem fogom senkinek odaadni, tehát tudom, hogy nagyon sokan tudom, hogy nem tehetitek meg, de nem tudom így odaadni, csak úgy akárkinek. Tehát, ha kisorsolom, akkor játszani fogunk. Valamiféle fajta játék lesz, hogy milyen játék, azt még nem tudom, de eladni nem fogom, tehát pénzért nem fogom senkinek odaadni, vagy eladni, mindegy, hogy mennyit ígérsz érte, mindegy, hogy mennyit nem ígérsz érte, de csak, ahogy mondtam, ki fogjuk sorsolni. Na várj, közben bezárva az ablakot, mert nyitva maradt. Látod? Ahogy mondtam, mikor lesz a sorsolás, nem tudom, amit vettem, hogy egyszer telefont a jövőbe, hogy ha addig kitart, vagy ha addig véletlen betöglik, akkor nem szóval, hogy ki fogjuk sorsolni, mert sok értelme nem lenne neki. Max ilyen ajtó támasznak. Jó lenne, másnak nem. De ahogy mondtam, tehát tudom, hogy biztos, hogy fogok még kapni nagyon sok-sok e-mailt. Ezekre az e-mailekre nem hiszem, hogy fogok válaszolni, és mindenkinek ugyanazt fog ugye mondanám, ezért így videóban megosztom mindenkivel, hogy csak úgy odaadni nem fogom senkinek, tehát játszani fogunk, és a szerencsés nyertes meg fogja nyerni, hogyha oda jutunk. De ez így nem most fog történni, majd a jövőben valamikor, ahogy mondtam. Úgyhogy, ezt a mai videót én itt most befejezem, hogyha tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni, és egy lájkot, egy szeretést nyomni ide a videó alá. Csak azért mondom, hogy hát ha ebbe az évben elérjük ugye a 100 000 feliratkozót, és majd meglátjuk. Lehet, hogy nem. Na minden, már ennyit, mindenkinek valami szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kimenni, attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!